Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vejkei Imre, a KDNP országgyűlési képviselője, az Igazságügyi Bizottság elnöke a magyar parlamentben, és természetesen az IMA reggelik alapítója és vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Áldott szép reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5784 Sziván havának 25. napján vagyunk, ami a polgári időszámítás szerint 2024. 7. hónap elseje. Mától vagyunk az Európai Unió soros elnökségének az elnöke, és természetesen vendégünk, mára dr. Vejkei Imre, mára hívta össze a magyar parlament ima reggeliét, hogy ezzel is köszöntsék tulajdonképpen a soros elnökséget. Így van. Már is erről beszélünk, de még azért elmondjuk a nézőknek, hogy az euró középárfolyama 3,95.15, míg az amerikai dollár 369.4, és aki Londonban megy a pénzét költeni, az egy angol fontnak a közép ára 466 forint 81 fillér. És akkor nézzünk, mi is történik ma a kora reggeli órákban, hova megy innét. Innen a parlament kupolacsarnokába fogok menni, ott van a magyar parlamenti imacsoportnak a terme, oda hívtam össze az imacsoportot, és éppen azért, amit Péter mondtál, hogy ma kezdődik a soros EU elnökségünk, és én úgy gondoltam, hogy ha mindig egy nagy-nagy mérföldkőhöz érünk, már pedig ez egy komoly nagy mérföldkő, akkor az Úrhoz kell folyamodnunk, hogy az megfelelően az ő dicsőségére sikerüljön. Az örökké való áldása legyen rajta. Mindahogy ez 11 évvel ezelőtt volt, amikor először töltöttük be ezt a tisztséget. A parlamenti imacsoport tulajdonképpen milyen évet zárt, és milyen terveik vannak? Hát komoly, sok-sok vendéget fogadó évet zártunk, fél évet zártunk, ugye fél évenként hívjuk össze a ciklusnak, parlamenti ciklusnak megfelelően, és június közepén fejeztük be a tavaszi ciklust, ugye szeptemberrel fog majd az őszi ciklus kezdődni. Igazából nagyon korán kezdtük, január elején, ugyanis Pizzaballa úr, Jeruzsálem latin pátriárkája jött miniszterelnök úrhoz, és előtte volt egy olyan kérése, hogy a magyar parlamenti imacsoporttal együtt szeretne imádkozni, és január első napjaiba így fogadtuk őt, és közösen hát kicsit többet, mint amennyit a protokoll engedett volna, de imádkoztunk, együtt voltunk. Értem. Kiért szoktak tulajdonképpen imádkozni? A korabeli imakönyveken ma reggel, amikor éppen a reggeli imával foglalkoztam, egy régi imakönyv került a kezembe, ahol még a királyért, az ország vezetőjéért imádkoznak. Ez egy régi hagyomány a zsidóknál, hogy az örökkévaló áldását kérik a vezetőkre, az ország megválasztott vezetőire. Mennyire van ez így napjainkban más egyházaknál is? Ez pontosan így van. Ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő egy I betűt és egy vesszőt nem akar elvenni az írásból, és nem is vesz el. Ezért mi ezt a hagyományt tovább visszük. És valóban így van, hogy imádkozunk mindenkiért, imádkozunk minden honpolgárunkért, minden európaiért, minden emberért, aki a világban van, és imádkozunk a vezetőinkért is. Imádkozunk Magyarország, Európa és a világ vezetőiért is. Imádkozunk azért, hogy minél jobban ismerjék fel az írás szavát, és ne csak a fülükkel vagy a szemükkel ismerjék fel, hanem a szívüket is hassa át. Emlékeznek és emlékeztetnek-e
az imacsoport tagjai azokra, akik ma már nem lehetnek közöttünk, és valamikor az imacsoport tagjai voltak, gondolok, mint például dr. Bajkai István és a többi kiváló politikusra, akik ma már nem lehetnek közöttünk, és az imacsoport tagjai voltak. Rendszeresen szoktunk megemlékezni róluk, és nem csak úgy, hogy imádkozunk egyet a lelki üdvükért, hanem úgy szoktunk, hogy mit is mondtak ők nekünk, mit testáltak mi ránk, milyen gondolataik voltak, és ezen gondolatokon keresztül szoktunk rájuk emlékezni. Ez nagyon derék dolog. Mit vár ön személyesen, mint a KDNP képviselője, akik most az Európai Néppárt csoportosulásából éppen kiváltak? Hol látják a jövőt? Milyen megoldások vannak arra, hogy még nagyobb nyomot hagyjunk az európai együttműködésbe, hogy minél jobban odafigyeljenek arra is, hogy mi is itt vagyunk? Igen. Ugye a legnagyobb probléma az egykor szebb napokat látott nyugati világgal, Nyugat-Európával, hogy Brüsszel központtal Babilon módjára viseltetik. És templomot le akarja rombolni, és bennünket a rabszolgaságba akar hajtani. Ez templom. Nem fog sikerülni nekik. Ez nem fog sikerülni. Templomokat napjainkban nem rombolunk, hanem helyreállítunk és megtöltjük. Így van. Magyarországon, de ha körbenézünk Nyugat-Európába, akkor a templomokból hotelek lesznek, diszkók lesznek, a mi templomainkból, a zsidó-keresztény templomokból, más templomok lesznek. Tehát borzasztó, borzasztó, amit lát az ember, sőt a jelképeinket is próbálják eltüntetni mindenhonnan. A szabadság és a rabszolgasság kérdése pedig, amiről beszéltem, az abban nyilvánul meg, hogy ugye szabad, attól szabad az ember, hogy próbál bűn nélkül élni. Ha az ember a bűn láncait leveti magáról, akkor lesz igazán szabad, és nem a szabadosság által. Az a 10 szó, ami ott van parancsként, az nem korlát, hanem az a szabadságunk kiterjesztéséhez segít hozzá bennünk. Én a törvénykönyvnek, az útmutatásnak tartom, mert hogyha azt betartjuk, akkor még egészségesek is maradhatunk az örökkévaló segítségével. Tehát annál jobb forgatókönyv nem kell a mindennapi élethez. Így van. Mégis miért zavarja ez bizonyos tagállamokat? A tradíció, mindenki elindult valahonnét, és az Ószövetségtől indultunk, közben létrejöttek más egyházak is, de tulajdonképpen ugyanazon a talajon kéne, hogy álljanak. Igen, tehát Ószövetség nélkül nincs új szövetség, éppen az imént erről beszélgettünk még és az amikor adás az előtt. És amikor az ószövetségeket támadják és lerombolják templomaikat, utána jönnek, mint azt láttuk alig pár hete, a keresztény templomok, ahol az ott lévő imádkozókat még meg is ölik időnként. Így van. Ugye... Megint, mit lát az ember Nyugat-Európában? Azt látja, hogy most már nem csak az van, hogy a történelmi gyökereket nem ismerik el, ami volt 10 évvel ezelőtt, hogy nem ismerték el, és nem vették az alaptörvénybe a zsidó-keresztény gyökereket, mert azt mondták, hogy na nem, ezt nem kell belevenni. Most már ott tartunk, hogy minden, ami... a zsidó-keresztény értékeket képviseli, próbálják kivenni a törvénykönyvekből. Sőt, ott tartunk, hogy magát a Bibliát is éppen a Päivi Räsänen, a Finnország volt belügyminiszterének az esetén keresztül bizonyos mondatait azt akarják mondani, hogy ne lehessen idézni. Kvázi a Bibliát be akarják tiltani. Tehát ezért egy erős mondat, de valahol mégis ott van, hogy az a szellemi harc, ami folyik, az most már ott tart, hogy erősebb, mint az orwelli gondolatrendőrség, ez már a lélekrendőrség sokszor.
Bízunk benne, hogy ez nem fog sikerülni nem, nekik. Nem, mert mi kiállunk az Úr mellett, és az Úré a végső győzelem, és a miénk lesz a végső győzelem. Ennél gyönyörűbb végszót nem is adhatott volna. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Vejkei Imre, a KDNP országgyűlési képviselője, a Magyar Parlament Igazságügyi Bizottságának elnöke volt stúdiónk vendége, akinek fő hobbija az is többek között, hogy a parlamenti ima reggeliket szervezi és vezeti. Többször járt már az ígéret földjén, és bízom benne, hogy ez idén is a zarándoklataiknak eleget tesznek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőtt visszavárjuk. Én köszönöm. Előzetesek is már is jövünk, visszatartsanak velünk.